A képviselőtestület döntött a Monturiszt Kft. Közgyűlésén való részvételről és leszögezték a követendő irányelveket. A rendszer nem megfelelő működése miatt országos szinten, de azon belül Gyergyószentmiklóson sem értek el a sikerességhez elegendő pontszámot az igazgatók. A helyi értékekre szeretnék fektetni a hangsúlyt az idei Szent Miklós napokon, így a tervezett 5 napos rendezvénysorozat programja ugyan nem végleges, de ez szerint állt össze. Köszöntöm nézőinket, híreink következnek, ha tehetik, tartsanak velünk. A Gyergyószentmiklósi képviselőtestület tegnap délután tartotta soros ülését, amelyen 14 napirendi pontot vitattak meg, majd több a város lakosságát érintő problémáról is szó esett. Zárt ajtók mögött beszéltek a távhőszolgáltatóval tervezett tárgyaláson képviselendő álláspontról. A Városi Kórház sürgősségi ügyeletének módosítása kapcsán dr. Simon Katalin elmondta, összeült az egészségügyi bizottság és meghívták az intézmény részéről is az illetékes személyeket. Elhangzott, sajnos kevés az olyan szakorvos, aki ügyeletezni tudna, ezért van szükség, hogy 2 ideggyógyászt is bevonjanak. Az egészségügyi minisztérium elvi beleegyezését adta azzal a kitéttel, hogy csak meghatározott időre engedélyezik, míg nem találnak szakorvost, és miközben a neurológus az ügyeletes, addig otthonról mozgósítható kell legyen egy belgyógyász is szükség esetén. Módosították a művelődési központ idei költségvetését a városnapok miatt, ami összesen a vendéglátással együtt várhatóan 215 ezer lejbe kerül. A központi fejlesztési régió változtatásra visszaküldte a Tarisznyás Márton Múzeum műemléknek nyilvánított részének teljes rehabilitációról szóló pályázatot. A kért módosításokat jóváhagyták a tanácsosok. Eldöntötték, hogy jogi tanácsadásra és bírósági képviseletre megbíznak egy ügyvédi irodát december 1-jét követően, amennyiben nem sikerül megállapodni az E-Star Kft.-vel. A következő egyeztető tárgyalás jövő héten lesz, ezzel kapcsolatban zárt ajtók mögött döntött a képviselőtestület. A Monturiszt Kft. Következő közgyűlését november 28-án 10 órától tartják. Ezen szeretnék megszüntetni többek között a szükségtelennek ítélt állásokat, ugyanis eddig Virág Zsolt adminisztrátor alkalmazta saját magát igazgatónak, így 2 fizetést is felvett. A cégnek volt saját és szerződéses könyvelője is, valamint teljes állású jogtanácsosa. Ezek mind pluszköltséggel jártak, amire nincs fedezet, és az organigramma módosítását nem hagyták jóvá a közgyűlésen. A tanácsülésen jelen volt Russo Robert, az új ügyvezető is. Leadták a tömbház rehabilitációval kapcsolatos pályázatokat, amelyek az első szűrőn átmentek. Bajkó László és Romfeld Zsolt a Szabad Emberek pártjának képviselői, valamint Teodor Dobreán a Liberális Párt tanácsosa írásban is jelezte a testület felé, hogy fontos lenne, ha a Gyergyói medence települései is részt vállalnának a kórház költségvetéséből. Ezáltal lehetne bővíteni a felszerelést és megszüntetni a szakorvos hiányt. Nagy Zoltán polgármester elmondta, a műjégpálya működtetése kapcsán szeretnék, ha a falvak is tagdíjat fizetnének az új fejlesztési társaságba, ezt követően lehetne ebben a kérdésben is tovább lépni majd. Kisiklott egy ammónium-nitrátot szállító tehervonat Gyergyóditró közelében. A szerelvény nem borult fel, és bár fennállt a robbanás veszély, szerencsére nem következett be katasztrófa. A Hargita megyei készenléti felügyelőség közleménye szerint egy 24 vagonos, 2 mozdonnyal közlekedő tehervonat 4 vagonja siklott ki, de nem borult fel. A vonat Marosvásárhely felül érkezett, és a Gyergyóditrói vasútállomás közelében történt a baleset. A térségben leállt a vasúti közlekedés. A helyszínre érkező tűzoltóknak nem kellett mentési feladatot végezniük, csak a helyszínt biztosították. A vasút munkatársai mintegy 2 óra alatt megoldást találtak arra, hogy a vasúti közlekedés folyamatosságát biztosítsák, köszönhetően annak, hogy a vasútállomás közelében történt az eset. Hogy mi lehetett a baleset oka, arról senki nem nyilatkozott, de vannak, akik úgy tudják, javítási munkák folytak előzőleg az illető szakaszon. Ahogy arról már beszámoltunk, lezárult az igazgatói és aligazgatói tisztségek betöltésére meghirdetett országos versenyvizsga.
A Hargita megyei tanfelügyelőség összesítése szerint a vizsgára jelentkezők 71,53%-a teljesítette sikeresen a három részből álló megmérettetést. Gyergyószánt Miklóson két tanintézmény igazgatójának és a kettő közül egyik iskola aligazgatójának nem sikerült a versenyvizsgája. A probléma a vizsgáztatás módszertanában keresendő, főként az elektronikus rendszer nem megfelelő működésében. A helyzet javítását, a módszertan kivizsgálását kérte úgy a tanintézmény vezetősége, mint a politikai tisztségviselők. Országos versenyvizsgát szervezett a Tanügyminisztérium a tanintézmények igazgatói és aligazgatói tisztségeinek betöltésére a következő 4 évre. Erre október folyamán került sor. Az eredmények megtalálhatóak a Hargita megyei tanfelügyelőség honlapján. Eszerint Gyergyószent Miklóson két tanintézmény, a Kóskároly általános iskola igazgatója és a Salamon Ernő gimnázium igazgatója, valamint annak aligazgatója vizsgázott sikertelenül. Az oktatási tárca 3 részre osztotta a számonkérés módszertanát, amely keretében volt egy írásbeli vizsga, egy interjú, de a pályázók önéletrajzát is szigorú szempontok alapján vették figyelembe. Az írásbeli vizsgán Lakatos Mihály, a Salamon Ernő gimnázium igazgatója, a megyében a 2. legjobb jegyet kapta. A tanintézmény vezetőt a vizsgáról kérdeztük. Szerintem az eleje nagyon jó, a 2. fele pedig, mi az interjút illeti, az gyengébben, mert nem fogadták el azokat a papírokat, amelyeket vittünk eredetibe, és azelőtt nem tettük fel az internetre. Egyrészt itt feltettük egy internetes platformról, többen, nem csak én, viszont ha nem volt elegendő a pontszám szerint, akkor nem fogadták el. Az interjú előtt a vizsgázók egy internetes tárhelyre kellett többek között az eredményeikről, a tevékenységeikről, a képzéseikről szóló dokumentumokat feltöltsék. Ez az internetes rendszer teljesen új volt, nem volt eléggé bejáratott, többször leállt, nem működött megfelelőképpen, így bármilyen igyekezet ellenére csak részben volt használható. Ez egy új számítógépes platform, ezt a Tanügyminisztérium pályázta Európai Uniós forrásokból, és most volt kipróbálva, akadozott is, tehát volt, amikor próbálkoztunk, akadozott, és az volt a cél, hogy ezt a platformot megtölteni, mert így volt megpályázva az egész. Amit tudtunk, feltöltöttünk, nem is gondoltuk, hogy ennyire fontos ez a platform, mert úgy szoktuk, hogy amikor megyünk valahol egy interjúra, akkor viszünk papírt magunkkal, és hogyha szükséges, akkor elővesszük és megmutatjuk. Tehát ez a mi hibánk, hogy, nem gondoltuk, hogy mindent fel kell előre tölteni a világhálóra. A rendszer rossz működését országos szinten több helyen is kifogásolták. Ennek eredményeképpen a dokumentáció feltöltésének határidejét pár nappal kitolták, azonban a platform továbbra is hiányosan funkcionált. Az eredmények tükrében a gimnázium vezetői, de más tisztségviselők is írtak a tanfelügyelőségnek, a Tanügyminisztériumnak, valamint a megyei prefektúrának, kérve, hogy vizsgálják ki a módszertant. Itt kérést adtunk be, hogy engedjék, hogy az eredeti papírainkat vagy feltegyük az internetre, vagy pedig még egyszer nézzék át az eredeti papírokat. Írtunk kérést a minisztérium, hogy lássák, hogy történtek ilyen hibácskák vagy hibák, és az RMDS is írt, prefektúrára is írtak. Tehát erről a hibáról tudnak, a minisztériumban is tudnak róla, hallottam, hogy erről már voltak tárgyalások. Ha megengedik, jó, s ha nem, akkor is jó. Tehát akkor februárban majd eldől, hogy vagy mást neveznek ki, kapunk itt mi ilyen igazgatónak való legényeket, sliányokat, úgyhogy az iskola egyáltalán nem fogja ezt megsínyleni. Lakatos Mihály, a Salamon Ernő gimnázium igazgatója elmondta, hogy az RMDS részéről tulajdonképpen Barti Tihamér tett lépéseket az ügyben. Úgy gondolom, hogy egy ilyen nagymúltú, sikeres gimnáziumnak a vezetését nem lehet ilyen formában eltávolítani, hiszen a Gyergyószent Miklósi tanügy gerincét akarják így ezáltal eltörni véleményem szerint, ezért fordultam átiratokkal, kérésekkel a Tanügyminisztérium felé,
a tanfelügyelőség felé, a prefektúra felé, hogy kérjem ennek a versenyvizsgának a megismétlését, illetve annak a lehetőségét, hogy az eredeti dokumentumokat fogadják el, hiszen elfogadhatatlan az, hogy ha valakinek van egy képesítése, van egy végzettsége, vannak sikeres projektjei a háta mögött, és erre vannak bizonyító aktái, azt ne fogadják el. Természetesen telefonon keresztül is a tanügyminisztérium államtitkárával is egyeztettem, a miniszter úrnak a tanácsadójával is, és azt kértem tőlük is, hogy találjanak megoldást erre a problémára, hiszen ez több esetben generált gondokat a tanügybe, és azt az ígéretet kaptam, hogy foglalkozni akarnak ezzel az üggyel, és próbálnak találni megoldást. A megyei tanfelügyelőség tájékoztatása szerint november 21-e és 23-a között fogadnak óvásokat. A végleges eredményeket december 9-én teszik közzé. Görbe Péter főtanfelügyelő elmondta, azokban a tanintézményekben, ahol az igazgatók sikertelenül vizsgáznak, tantestületi gyűlést tartanak, és a pedagógusok javaslatára egy tanárt neveznek ki a vezetői tisztség betöltésére. A pedagógus átmenetileg egy következő versenyvizsgáig töltheti be a funkciót. A tanügyminisztérium tavaszra tervezi egy újabb megmérettetés szervezését. Lakatos Mihály igazgató és Ferenci Attila aligazgató mandátuma alatt a nagymúltú Salamon Ernő gimnáziumot 3 egymást követő évben kiválósági kitüntetéssel ismerte el az Oktatásügyi Minisztérium, tavaly pedig 99,30%-os volt az érettségi átmenési arány a tanintézményben. Ezek az eredmények nyilvánvalóan a kiváló tantestületi és vezetői munkásságról tanúskodnak. Hétfőn átvehetőek a szociális értékjegyek, az óvodásokat megcélzó szociális értékjegyeket november 21-én 11 és 13 óra között vehetik át a jogosultak a Gyergyószentmiklósi Szociális Osztály székhelyén. Októberre 58 jogosult személy kaphatja meg a segítséget, és 13 olyan személy van, aki a szeptemberi támogatást nem vette át. Őket is várják a megjelölt időpontban. Mint ismeretes, szeptember 20-ától folyamatosan igényelhető az ösztönző támogatás óvodások és napközisek számára. A juttatásra azok a családok jogosultak, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 284 lejt. A szociális értékjegyeket a tanévhez tartozó hónapokra lehet igényelni a rendszeresen óvodába napközibe járó gyermekek számára. Átadták a Felcsiki Önkormányzati Fejlesztési Társulás és a Regionális Víz és Csatorna Szolgáltató Hárvíz RT közös projektjéből elkészült Felcsiki Szennyvíz Tisztító Állomás november 17-én csütörtökön. A Csíkmadaras határában lévő Sósréten már nyár óta működik Hargita megye legnagyobb térségi beruházása, amely talán az országban az egyetlen ilyen jellegű, több önkormányzat összefogásával megvalósult projekt. A 27 millió lei értékű befektetés az 5 felcsiki község, Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Csíkszent Tamás, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, 16 ezres lakosságát, illetve közintézményeit, cégeit hivatott szolgálni. A munkálatokat a Hargita megye víz és szennyvíz közműrendszereinek bővítése, felújítása elnevezésű Európai Uniós projektből végezték el. A 73 millió eurós összértékű projekt 85%-át az Európai Unió, 13%-át a kormány, a fennmaradó részt pedig a helyi önkormányzatok állják. A beruházás Csíkszék egy részét fedi le, valamint Szentegyházát. Mindezt a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium finanszírozta az RMDS lobbija nyomán, Hargita megye tanácsa koordinálásával, illetve támogatásával. Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, ez a szennyvíztisztító állomás az egyik olyan projekt, amely megmutatta Felcsík falvainak együttműködési potenciáját. Korodi Attila parlamenti képviselő úgy fogalmazott, a beruházás a felcsíki önkormányzatok összefogásának eredménye, illetve annak, hogy Csíkban mindig volt és van jó elképzelés, látásmód a települések fejlesztésére vonatkozóan. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke azt hangsúlyozta, hogy a csíkiak országos jó példát tudnak mutatni, képesek jól teljesíteni, és az RMDS csíki területi szervezete is jól teljesített. Kelemen Hunor és Korodi Attila képviselővel, valamint Táncos Barna szenátorral együtt. Reményét fejezte ki, hogy a bukaresti hírtelevíziók hozzáállása is változni fog, és előbb-utóbb be fognak számolni a térségbeli jó példákról, mint amilyen ez a beruházás is. Országos szinten egy jó példa, hogy vidéki környezetben döntéshozó emberek, megválasztott politikusok képesek voltak a szolidaritás jegyében összefogni, azért, hogy lehet, hogy pillanatnyilag
nagyobb költsége volt egy összefogásnak, de hosszú távon ennek a beruházásnak az eredményeit a gyerekeink, az unokáink, az ő gyerekei fogják leginkább hasznosítani, hisz nem mindegy, hogy majd mennyi lesz a vízcsatornadíj pár év múlva, és ilyen szempontból egy olyan beruházás, ahol mindenből csak egy kell, több község esetében azt gondolom, hogy fenntarthatóbbá teszi a rendszert. Bogáti Csaba, a Harvíz RT igazgatója megköszönte a lakosság türelmét, a szennyvízcsatorna rendszer kiépítése ugyanis rengeteg kellemetlenséggel járt, csőtörésekkel, feltúrt utcákkal. Pályázatból épült derítő, az 10 millió leértékbe épült meg, és 12.500 lakosnak a szennyvízének a befogadására alkalmas, és ehhez csatlakozott tulajdonképpen a régebb elkezdett úgymond kisebb felcsíkítésségi derítő, ami 5000 lakostól származó szennyvíz befogadására és megtisztítására képes. Csíkszentdomokos, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkkarcfalva és Csíkszent Tamás község önkormányzata lemondott a kezdeti tervben szereplő különálló tisztító állomásokról és az általuk megalakított Felcsík önkormányzati fejlesztési társulás egy a különálló rendszereknél költséghatékonyabb közös ülepítőrendszer építését kezdeményezte, amelyre az RMDS koalíciós szerepvállalásának köszönhetően kormánytámogatást is nyertek. A társulás kormányzati finanszírozására számítva évekkel ezelőtt nekilátott a mintegy 7 millió leértékű felcsíki regionális szennyvízhálózat kiépítésének. Ez több mint 80%-ban elkészült, amire kiderült, hogy elfogyott a pénz, Csíkszent Tamás és Madaras egy adott pillanatban fizetésképtelenné vált, ezért leálltak a munkálatokkal. A települések összesen 928 ezer lejes tartozást halmoztak fel a kivitelezővel szemben, ennek utolsó részletét is sikerült törleszteniük, amihez Hargita megye tanácsa nagyban hozzájárult. A gyermek és ifjúsági bérlet keretén belül november 22 és 25-e között Gyergyószentmiklóson játszik a Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, a vendégjáték támogatója Hargita megye tanácsa. Naponta 10 órától 4 alkalommal mutatják be a Kortyondi király című báb előadást a Bocsárdi Angi Gabriella stúdióteremben a legkisebbeknek. Vajon tud-e győzedelmeskedni legfőbb ellenségei saját kortyondisága és hányavetisége fölött? Hol rejtőzik a gyógyító varázslat, amely majd megérinti a szívét? Kiderül majd ebből az élő zenével és barátságos bábokkal megtűzdelt mesés krónikából. November 23 és 25-e között pedig a Brémai Muzsikusok című gyerekelőadást játsszák a kisiskolásoknak és az 5.-6. osztályosoknak 12, illetve 13 órától. A 4 kiszolgáltatott menekülő állat kálváriája és véletlen bolyongása a látszólagos cél, Bréma felé kisimítja a közöttük feszülő ősi ellentéteket. Az előadásokra a jegyek ára 6 lej, megvásárolhatók a Figura jegyirodájában, munkanapokon 10 és 16 óra között, vagy előadás előtt a helyszínen. Körvonalazódik a 2016-os Szent Miklós napok programja. A szervezők azt mondják, hogy a helyi értékekre szeretnék fektetni a hangsúlyt, ezért ennek alapján állítják össze a december 2-a és 6-a között megszervezett rendezvénysorozat programját. Az idei városnapok tervezett költségvetése meghaladja a 200 ezer lejt. Még nem teljes a Szent Miklós napok programja, de néhány fontosabb részletet már ismertettek a szervezők a december 2-a és 6-a között sorra kerülő rendezvénysorozat kapcsán. Azt hangsúlyozták, hogy a helyi értékekre szeretnék felhívni a figyelmet, ezért a program összeállításakor ez volt az elsődleges szempont. Pénteki nap, péntek délután kora esti órákban kerül sor a rendezvény megnyitójára, és a Jazzapella együttes fog fellépni, illetve azt követően sor kerül a Tony Dob perkuszió estre, amelynek különlegessége az, hogy idén új-guineai származású meghívottai lesznek a koncertnek. A szombati napon lesz a Kárpát-medencei disznótoros főzőverseny és forralbor készítő verseny, és ugyanakkor ehhez a tematikához, a népzenei népi tematikához kötődően, hiszen a nap során különféle helyi népi zenekarok lépnek fel, este egy táncházzal zárul a nap programja. Vasárnap a szokásos és már előző évekből is megszokott néptánc gálára kerül sor, ahol testvérvárosunk Kiskumma és a Majossa nevű néptánc csoportja fog fellépni, és a mi néptánc csoportunk is a Hóvirág néptánc csoport. A hétfői napon lesz a
hagyományos gyergyószentmiklósi seregszemle, és azt követően a Szent Miklós érkezése, illetve a fényjáték és a nagy koncert. A nagy koncertről azt kell tudni az idén, hogy helyi zenekart hívtunk meg, a Bagosi Brothers Company-t, hiszen úgy gondoljuk, hogy előző években és az elmúlt időszakban olyan fejlődést és olyan hírnevet mutattak fel, amely a város hírét öregbíti, és azzal a teljesítménnyel, amelyel ők rendelkeznek, úgy gondolom egy viszonzás, egy ajándék lenne a város részéről az, hogy megtiszteljük őket ezáltal. Kedden, december 6-án Szent Miklós püspök ünnepén kerül sor a hagyományos búcsús szentmisére és ünnepi körmenetre. A búcsús szentmise alatt megáldják a Szent Miklós templom restaurált vitráléit is. A Szent Miklós napok keretében egy új szórakozó hely megnyitását is tervezik. Ezt várhatóan a rendezvény sorozat első napján, pénteken tartják. Tavaly igen nagy sikere volt a Zsibongónak, így a gyermekek számára szervezett programot idén is megtartják. Ezt a rendezvényt Hargita megye tanácsa támogatja és kiegészül az Advent a családban nevet viselő, a megyében már elterjedt rendezvénnyel. Szombaton és vasárnap sportvetélkedőkben, kupa bajnokságokban bővelkedik a program. Idén ugyanakkor két évfordulót is ünnepel Gyergyószent Miklós a testvérvárosi kapcsolatok révén. Kiskunmajsával 75 éves testvérvárosi kapcsolatot ápol városunk, Sziget-Szent Miklóssal 20 éves testvérvárosi kapcsolatot, és ennek apropóján a testvérvárosok különféle kiállító anyagokat fognak hozni városunkba, amelyeket majd megtekinthetünk, amelyek az ők városuk hagyományairól, nevezetességeiről szólnak. A Szent Miklós napok végleges programja jövő héten kerül nyilvánosságra. Addig is várják a csapatok jelentkezését a Kárpát-medencei disznótoros főzőversenyre és a forralt bor készítő megmérettetésre. A városnapok tervezett költségvetését a legutóbbi tanácsülésen szavazta meg a testület, ennek értéke 215 ezer lej. Kiosztják a fafűtés támogatást a szociális segélyre jogosultak számára. 22 szociális segélyre jogosult család veheti át a fafűtés támogatását november 21-én hétfőn 11 és 14 óra között a szociális osztály Kárpátok utcai székhelyén. Az októberi támogatásra jogosult családok közül 8 család nem vette fel az előző hónapi jogosultságát, számukra az elmaradt támogatást is ebben az időpontban osztják ki. Ezek voltak már a híreink, a folytatásban az aktuális magazin következik. Köszönöm figyelmüket, a hétfő esti viszontlátásra!